A vonalban itt van velem Balázs Pali. Köszöntelek itt a Lépés Rádióban. Tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, szervusztok! Nemrég jelent meg legújabb dalod, a Várnám az élet. Picikét, amikor meghallottam azt, hogy Balázs Pali, akkor nekem mindig az a Balázs Pali jutott eszembe, aki annak idején a különféle zenei műsorokban feltűnt különféle, hát nem is azt mondom, hogy mulatós, de egy ilyen táncdalos buli stílussal, és most, amikor meghallgattam ezt a dalt, picikét ledöbbentem. Mi történt veled az elmúlt 24 év alatt, mert körülbelül annyira nyúlik vissza pályafutásod? Igen, hát most a 24 évnek a feldarabolására és a bemutatására szerintem nincs igazán idő. A lényeg az, hogy valóban tavaly február 14-én Valentin napkor látott napvilágot egy új dal, egy zenei továbblépésemnek köszönhetően, amit aztán áprilisban egy új lemez is követett. Majd Holnap Írok címmel, ez volt a bemutatkozó dal címe is, és az albumnak is ez lett aztán a első slágere. És hát 40 nap alatt aranylemezé vált. Ez a zenei továbblépés a színpadi megújulásokban is megnyilvánult, hiszen egy új arculattal léptem ki tavaly februártól a közönségem elé, és hát ennek a zenei továbblépésnek is, ennek a változásnak a következő lépése ez a Várám az élet című dal, ami most az elmúlt hetekben látott napvilágot egy videóklip keretében belül. Úgyhogy valóban egy olyan zenei átalakuláson vagyok már talán túl, amely sokak számára, hogy te is mondtad, hogy meglepő volt. A bennem rejlő tartalékokat szerettem volna még most megmutatni az elkövetkezendő időben, és hát nagyon örülök, hogy a közönség ezt nagyon pozitívan fogadta, mind a külsőségek változását, mind ezt a fajta zenei továbblépést. Azon rajongóid, akik tudták és tudják, hogy ki az a Balázs Pali, mert már 20 éve keresztül követtek, hogyan fogadták azt, hogy teljesen más zenei stílusba vágtál bele, fogalmazhatunk így? Az igazság az, hogy a zenei világ olyan mértékben azért nem változott, tehát nem mentünk teljesen szembe azzal a érzésvilággal és azzal a szöveg dallamvezetéssel, szövegtartalommal, amit én korábban 22 és fél éven keresztül megmutattam mindig a közönségnek, és amiben megismerhettek. Viszont ez a fajta továbblépés talán egy minőségi változást hozott, és ez volt az elsődleges cél, hogy olyan médiumok is befogadják az új dolgaimat, akik korábban egyéb okok miatt elzárkoztak, illetve, hogy mondtam is, ez a fajta továbblépés az én belső indítatásomból alakult ki. És hát, hogy reagált a közönségem, nyilván először a külsőségek változását fogadták be, és ez volt az első ilyen döbbenetes változás, ami ugye képileg a fotón és a videóklipben látható volt, és hát aztán következett a dal. Valóban egy 23 és fél éves színpadi megjelenést váltottam le, alakítottam át, és hát nagy öröm számomra, hogy bátran kimerem jelenteni, hogy egy nagyon fontos és egy nagyon jó döntés volt mind a közönség, mind a szakma részéről is a visszajelzést illetően, hiszen a Majd Holnap Írok című lemez, a teljes album az idejében fonogram díjat kapott, áprilisban kaptam meg életem második fonogram díját. Gratulálok hozzá! Térjünk vissza a Várnám az élet című legújabb szerzeményedre. Ez a dal konkrétan arról szól, hogy igen, vár rám az élet, vagy vár rád, vagy ránk az élet. Magyarul egy picikét, egy új világ kezdete? Azt gondolom, hogy mindenkire vár az élet. Meggyőződésem, hogy teljesen mindegy, hogy hova születünk, milyen környezetben töltjük életünk első 10-20 évét. Igenis kell merni, álmodozni, lehet célokat kitűzni maga elé az embernek, sőt, szerintem kötelező is, és nem megelégedve azzal, ami van, és ülni, lubickolni a langyos vízvel, aztán majd lesz valahogy csodródni az árral. Én egy kis településen éltem le első 21 évemet életemnek, és hát nagyon sok olyan dolog volt, ami nem ért le arra a kis településre, viszont mertem én is nagyot álmodozni, mertem terveket szövegetni, és hát nagyon sokat tettem azért, hogy ha azt nevezzük A pontnak, hogy az ember eljusson akár a mai napig, B pontig. Nyilván nem adtak semmit olcsón, nekem sem, meg szerintem senkinek a sikerért, az elismerésért,
a színpadi emberről van szó, a közönség reakciójáért, a szeretetért meg kell küzdeni, minden egyes nap tenni kell érte. Magam is azt gondolom, hogy talán 21 éves korom óta minden egyes nap átszövi az életemet a zene, a tervek, a célok, és hát hogyha az ember nyitott fülekre talál, akkor azok újabb erőt, energiát adnak. Úgyhogy ezt az életérzést próbáltam, gondolatot megfogalmazni ebben a dalban, hogy mindenkiben ott a változás lehetősége, mindenkinek azt gondolom, hogy megadatik a sorstól is, hogy akár a szerencse is fogja kezét az álmok mellé, és akkor akár nagyon jól alakulhatnak is a dolgai. Amúgy a dalszövegét és zenét is te írtad? Igen, ez az én szerzeményem. Mondhatnám azt, hogy a saját életemet írtam bele, mert én nekem ezek a periódusok bizonyos időszakokban, kis településről 21 évesen be Békés Csabára, a megyeszékhelyre, majd 10 év múlva föl a nagy zajos fővárosba, 31 évesen kiigazodni ebben a keszekusza világban, ami ugye a 2000-es évek elejét jelenti egy vidéki előadó számára, majd családapaként tovább vinni a zenei pályát és felelősséggel tartozni a család iránt. Ezek mind olyan lépések voltak, amelyek mindegyikünk életében meghatározóak, ahogy halad a kor, az én életemben is így volt. Tehát én igenis mertem álmodni, az, hogy a Jóisten velem volt és a kegyeibe fogadott, és talán mondhatnám azt, hogy az álmaimat még talán túl is nőttem, ez egy külön ajándék az életről. Hogyan sikerült összeegyeztetni a magánéletedet a zenei karriereddel? Nem könnyű senki számára. Szerencsés helyzetben voltam, hiszen a pályafutásom elején ismerkedtem meg egy olyan lányjal, aki most már több mint 20 éve a párom és a gyerekanyja. Ehhez azt hiszem, hogy egy nagyfokú tolerancia kell a másik fél részéről, és hát nyilván nekem is az volt az elsődleges célom, hogy amikor elvégeztem a zenei dolgaimat, elvégeztem a feladataimat, meg volt a koncert, meg voltak a fellépések, akkor a szabadidőm egy részét a családomra szántam. Végigkísértem a gyermekem, aki most novemberben lesz 18 éves, minden évében, minden héten több olyan közös programunk volt, majdnem napi szinten, ami az én emlékeimben örökre meg fog maradni, és megpróbáltam családapaként is teljesíteni azokat a időhezetbe téve feladatokat és kötelezettségeket, hogy a gyerek az jó úton legyen, és érezze azt, hogy nem csak papíron van édesapja, hanem valóban húsvérként együtt mentünk akár kirándulni, játszótérre, fagyizni, a sport dolgaira együtt mentünk, mindig kísértem judo edzésre, foci edzésre, amikor járt. Tehát ez egy nagy kihívás nekünk felnőtteknek, hogy a gyerekkel és a családdal mennyit tudunk együtt lenni. Ha az ember pedig egy közszereplői színpadon szerepel és rengeteg utazással jár az elfoglaltsága, az pedig egy igazi nagy extra kihívás. De hát én magam szeretem a kihívásokat, és megpróbálok ezeknek is eleget tenni. Volt amúgy a pályafutásod során olyan eset, amikor azt mondtad, hogy hát akkor inkább én most egyenlőre lerakom a landot. Soha nem volt ilyen. Szerencsés vagyok, hogy 24 éve, 96 áprilisában jelent meg az első kazettám. Az első lemezem kazetta formájában, Slágerek házi bulihoz címmel, hogy azóta 18 lemezem jelent meg összesen, ez a majd holnap írok a 18. A sors kegyeltje vagyok talán, hogy folyamatosan tudtam dalokat írni, lemezeket kiadni, fellépni, koncertezni, és a média számára is folyamatosan egy olyan előadó voltam, akiről beszámoltak elég gyakran. A szakma egyébként visszatérve a dalra, hogyan fogadta ezt a legújabb felvételedet? Mik a visszajelzések? Hát talán ennyi gratulációt összesen nem kaptam a zenei pályafutásom kapcsán, mint az elmúlt másfél évben a tavalyi februári lemeztől, vagy a bemutatkozó tovább lépett zenei világomtól számítva, ami nyilván nem véletlen, de hát az igazság az, hogy elsősorban azért mi előadók, függetlenül attól, hogy a szakmai díjak és a szakmai elismerések legyezgetik a hiúságunkat. Én speciál a közönség visszajelzését nagyon-nagyon fontosnak tartom, sőt, talán mondhatni azt, hogy mindig fontosabb is volt, mint a szakmai visszajelzés, mert a közönségnek írjuk a dalokat, a közönség jön el a koncertre, a közönség vásárolja meg a mai napig az albumokat. Van neked saját zenekarod mára már, tehát nem csak
te vagy, mint Balázs Pali, hanem van egy komplett zenekar hátad mögött. Mennyire nehéz volt felépíteni az évek alatt egy komplett zenekar? Hát az első koncertemet 1997. február 7-én adhattam, 23 éve volt most február 7-én szülővárosomban, Békés Csabán, ami szintén egy élő zenekaros este volt. Majd, hogy nem azt mondhatom, hogy több rövidebb, hosszabb megszakítással a 24 év, a kezdetektől fogva 96-tól számítva, de ha 97-et nézzük, akkor 23 év zenekarral is színpadra léphettem, és zenekarral is találkozhatott a közönségem. A saját csapatommal nagyon nehéz összerakni, nagyon nehéz a kollégákat megtalálni, akik szakmailag is, ami talán még fontosabb, emberileg is megfelelnek a kritériumoknak. Én nagyon szeretek normális emberekkel dolgozni, olyanokkal, akik szenvedéllyel vannak a saját dolgaik iránt. Én zenei pályafutásomat mindig szívből, szenvedéllyel, szeretettel és tisztelettel végeztem el a dolgaimat, és úgy építettem a karrieremet. És minden egyes fellépésem előtt azt mondtam a zenekarnak is, hogy fiúk, ez nekünk ma az életünk bulija lesz, az életünk koncertje. Úgy kell kimenni, senkit nem érdekel a nézőtéren, hogy most nekünk a fülünk fáj, a fogunk vagy a hajunk, nekünk ki kell menni, és a tudásunk szerint a legjobb teljesítményt kell nyújtani. Ez volt mindig a mércem, ez a mérce a mai napig is, és meggyőződésem, hogy amíg én színpadon leszek, ez lesz a jövőben is a mérce. Nagy öröm számomra, hogy most az idejében januártól egy új összeállítású csapattal dolgozhatok, akik 20 éves fiatalok, tele ambícióval, lelkesedéssel, nagyon komoly szakmai tudással már, fiatalkoruk ellenére is. Úgyhogy nekem most nincs más feladatom, mint őket nagyon szépen összecsiszolni, bevezetni a nagy színpadok világába, és minél több olyan közös koncertet, lehetőséget adni magunknak így együtt, velük, magamnak is, hogy a közönség személyesen is találkozhasson majd velünk is, és ezt a zenei továbblépést, ezt az új zenei világot, ezt élőben is meg tudja látni, hallgatni, és akkor majd eldönti, hogy ez jó, vagy nem jó. Említetted, hogy nagy színpados bevezetés kell, hát ez a mai világban nem olyan könnyű, főleg emellett a Covid vírus mellett. Hogyan élted meg ezt az eddigi időszakot, ezt a 2020-as évet? Március 6-án voltam utoljára színpadon, nőnap keretén belül, és hát rengeteg nyári fesztiválunk lett volna, rendezvényünk, élőkoncertek is, 3-4 határon túli magyar lakta területen is, más országokban is, ez most minden töröl vele. Ennyit pihenni, mint most az elmúlt fél évben, talán meggyőződésem, hogy az elmúlt 23 évben a kezdetektől számítva nem volt összesen lehetőségem. Ennek is megvan a jó oldala. Természetesen azért a nyári szezont örömmel töltöttük volna a színpadon a közönséggel, de ezt a helyzetet elfogadtuk zenekari szinten, család szinten, és hát egy a reményünk, hogy mint sokakkal egyetemben, hogy ez majd reményeink szerint jövő tavaszra elmúlik, a háttérbe szól, és aztán szépen lassan mindenki meg fogja kapni a saját maga életét, ugyanígy a közönség is, az emberek vissza tudnak menni dolgozni, én is ebbe bízok, és ezért dolgozunk egyébként nap mint nap a háttérben, hogy ha oda kerül a sor, akkor majd hogy nem azt mondani, hogy lehet mondani, hogy gomnyomásra a Balázs Pali produkció, élőkoncert és egyéb dolgok, ezek el tudjanak indulni. Hosszú távú céljaid között mi szerepel még? Mit szeretnél elérni, hisz már számos aranylemez, fonogramdíjak vannak konkrétan a kezedben, meg a hátad mögött az elmúlt 24 év alatt. Mik azok a célok, amiket szeretnél még elérni a jövőben? Hát mivel vár ránk az élet, így azt gondolom, hogy nekem is megvannak az elkövetkezendő időszakokra. Mindig is megvoltak fél évre, egy évre, két-három évre előre, hogy körülbelül amennyire ebben a mai rohanó furcsa világban lehet tervezni, hogy mi az, ami reális célként talán teljesíthető is. Most a legfontosabb, hogy ezt a vírushelyzetet próbáljuk méltóságteljesen viselni, túlélni, és jövő tavasztól minél többet találkozni majd a közönséggel élőben. Valószínű tavasszal, február környékén, Valentin nap környékén lesz egy új dal, egy új klippel, és hát készül egy új lemez, emellett a Zenés Rendezvú tévéműsorom is, hál' Istennek, nagyon sikeres a Muzsika TV-n, azzal is rengeteg olyan teendő van, amit az ember nagy örömmel
végez. A legfontosabb az, hogy színpadon lehessek a jövőben is, személyesen találkozhassak a közönséggel, szülessenek új dalok, új klippek is, és az ember azon az életpályán, amit 21 éves kora óta végez, éli mindennapjait, azt tudjam tovább erősíteni, és ezen az úton tudjak menni tovább. Végül is akkor azt elmondhatjuk, hogy ez az idei nyár teljesen arra jó volt, hogy kipihent az elmúlt 23 és fél évet. Így van. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ez olyan, mint mikor a nemzetközi sztárok elmennek egy 1-2-3 éves világkörű turné után egy évre szabadságra. Mi ezt megkaptuk most nyilván ilyen kényszeredetten, meg más az élethelyzet, de szerintem, ha nem is azt mondom, hogy szüksége volt a világnak erre, mert nyilván nem volt, de rengeteg olyan dolog előtérbe került, ami mellett régen elsiklottunk, magam is, rengeteg olyan dolgot kezdtünk el csinálni a nyár folyamán, tavasztól, amit normál élethelyzetben nincs idő, nincs kedvünk, más csinálunk, úgyhogy felfedeztünk új dolgokat a mindennapokban, nyilván ehhez a családi életben is egységnek, szövetségnek is, és normális viszonynak kell lenni, hogy ez így legyen. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltál, és kívánok további sok sikert a műsorodnak és a Balázs Pali produkciónak, meg neked is természetesen, mint ennek a vezéregyéniségének, és várjuk az új dalt, és akkor adnak keretében például egy újabb interjúra. Sok szeretettel itt a Lépés Rádióban. Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, nektek is hasonlókat kívánok, és a kedves hallgatóknak pedig kellemes rádiózás, kellemes időtöltés, viszonthallásra!